Tanács képviselőt illeti a szó. Elnök úr, államtitkár asszony, tisztelt ház! Ellenmondásosak a megnyilatkozások, amelyek ebben a tárgykörben születtek az elmúlt időszakban. Komoly aggodalom van az alapítványi és a magániskolák részéről. Én azt gondolom, hogy államtitkár asszony is találkozott ezzel a kérdéssel különböző szakmai berkekben. Legfőképp ugye a finanszírozással van probléma. Gyakorlatilag a nyilvánossá vált, hogy az alapítványi iskoláknak csak a tanárok bérét szándékoznak megfinanszírozni. Azt azonban még nem tudni, hogy milyen formában, hogyan. Különös tekintettel érdekes lehet, hogy külsősök vannak, óraadók, ugye az állami iskolákban is vannak. Hogyan történik az ő finanszírozásuk a különböző kiegészítő tevékenységek kapcsán, vagy például a pedagógiai asszisztens, vagy az iskolatitkár, vagy egyéb vonatkozásban. Az is látszik, hogy kettős mércével mérnek, ugye más finanszírozás van az egyházi, a nemzetiségi iskolák esetében, és gyakorlatilag ezeknél az említett iskoláknál pedig komoly problémák vannak. Az eddigi tanuló létszámon alapuló normatíva sem fedezte a teljes működési költséget az iskoláknak, azt ki kellett egészíteniük. Volt olyan iskola, ahol gazdasági tevékenységet végzett, hogy kiegészítse, volt, ahol a tanulók fizettek költségtérítést, például egy OK és vizsgára adott normatív támogatás a valós költségek 50%-át fedezte mindössze. A közoktatási megállapodások rendszerét felváltó köznevelési szerződés rendszerre egyelőre nem működik, helyette semmilyen megoldást nem vezettek be. Én azt kérném államtitkár asszonytól, hogy mondjon egy megnyugtató választ az említett iskolák felé, hisz több ezer embert érint, diákot, szülőt és pedagógust egyaránt. Köszönöm szépen! Megadom a szót Hoffmann.